A leggyorsabb és a legruganyosabb tanulók is összemérték tudásukat az ARAK aktív hipervárosi döntőjén. A végső megméretetést iskolai fordulók előzték meg, amelyeken 14 általános iskola tanulói vettek részt. Nagyon ügyesek voltak az iskolákban is, és nyilván, hogy a legjobbak, akiket díjaztunk már az iskolai fordulókban is, ők most itt vannak a városi döntőben, és nagyon jó látni, hogy többen, akik tavaly bejutottak ide, és itt voltak a top 12-be, egy évvel később most is itt vannak sokan közülük, de vannak újak is, akik megpróbálják letaszítani az éppen leggyorsabb, legmagasabbra ugró fiúkat, lányokat a képzeletbeli trónról. A 10.900 mérési adat legjobbjai között szerepelt az István Király Általános Iskola 8 gyerkőce is, akik már a testnevelés órákon megkezdték a felkészülést a versenyre. Rácz Katalin testnevelő szerint fontos, hogy már minél fiatalabb korban a mindennapok részévé váljon a sportolás. Az ugrás, dobás, futás minden sportág alapja, és azért is nagyon jó ez a felmérő, ugye itt harmadik osztálytól kezdődik ez a felmérés, mert sokszor bizony mi is látjuk, hogy akkor látjuk a hivatalosan a digitális eredmények, hogy igenis, bármelyik sportágba el tudjuk indítani. A péntek délutáni sporteseményen a gyorsaságon és a lobbanékonyságon volt a hangsúly, akik pedig a legjobb időt futották, értékes serlegekkel és érmekkel gazdagodtak.